Szenvedve fejlődsz, fejlődve szenvedsz. Nincs fejlődés, nincs szenvedés. A fejlődés és a szenvedés törvényei már is nagyon tiszták. De ha azt mondod, hogy igazat mondtam, 30-szor ütlek meg. Ha azt mondod, hamisan szóltam, akkor is 30-szor ütlek meg. Ha! A mokta kütővel, az éneklés ritmusát ütjük, a fakanállal eszünk. Képzelj el egy egeret. Ez egy nagyon különleges egér. Egy jóléti egér. Fogyasztói társadalomban él, mindene megvan, amire szüksége lehet. Van sajtja, van kényelmes egérjuka, a macska is csak néha-néha zargatja már, és ott szépen, ahogy el van ebbe a kényelmébe, elkezd szenvedni. És ez az egér, ez mentálisan szenved. Nem akar már egér lenni. Úgy érzi, hogy túl kicsi, túl sok baja van. Hallgat mindenfélét, megtudja, hogy azért vannak egér gondolatai, mert egér attitűdjei vannak. És azért vannak egér attitűdjei, mert egér hiedelmei vannak. De valójában azért vannak egér hiedelmei, mert egér sémája van. Aztán még azt is megtudja, hogy a felmenői mind egerek voltak, és mind szenvedtek, és traumatizáltak voltak a macskától, úgyhogy transzgenerációs traumái vannak az egérségével kapcsolatban. Úgyhogy ettől nagyon szenved. Aztán még meg is hipnotizálják, és akkor rájön arra, följönnek mindenféle képek neki, hogy hát előző életében is volt egér, és akkor is olyan traumákat szenvedett el, hogy most itt van, és nem akar már ilyen kicsi lenni. Arra is rájön, azt is hallja, hogy ne azonosuljon az egérségével. Hogy csak tartson meg valamiféle tiszta tudatot, és akkor majd leválasztódik erről az állapotról. Szóval összefoglalhatjuk úgy, hogy ez az egér, ez fejlődni akar. Nem akar szenvedni, fejlődni akar. Úgyhogy elkezd gondolkodni, hogy hát mi legyen, merre tovább. És hát meddig lát az ő elképzelése? Hát a macskáig. Ő valami nagy és erős akar lenni. Úgyhogy ez a jóléti egér ott a kis odujában kigondolja, hogy ő macska szeretne lenni. Ettől még jobban szenved, hát most ránéz magára, ezzel a sok mindennel, hát ő hogy lesz macska. Aztán kinéz az odúján keresztül, és látja, hogy ott van egy macskatál, ami tele van macskaétellel. És hát arra gondol, hogy hát a macska is ezt teszi. Biztos attól lett ilyen szép, nagy, erős macska. Úgyhogy amikor úgy látja, hogy nincs ott a macska, kimerészkedik, és elkezdi enni a macskatából a macskaételt. És eszi, és eszi, és eszi. De hát tudjuk, hogy az az egér, ami macska eledelt eszik, az nem lesz macska. Hiába eszik bármennyi macska eledelt, attól az még nem lesz macska. És bármit akar és gondol, attól ő nem lesz macska. Lehet, hogy valami másnak kell történnie, de ezt nem tudjuk. Na, ilyen, amikor valaki sok szépséget hallgat meg, sok darmát, sok pszichológiát, mindenféle információt megkap, és akkor olyan, mintha macska eledelt ennél egérként, és várnád, hogy azzal majd macskává válsz. Hogy majd valami nagy, erős, nagy én leszel. De valójában minden szép darma, minden szép tanítás, ez is, amit most hallasz,
aranypor a szemekbe. Az aranypor is csíp. Mutathat valamilyen irányt neked, hogy merre menjél. Adhat némi bátorítást, inspirációt, még ez a legjobb oldala. Az már kevésbé, hogyha a bonyolult koncepciókat, a bonyolult elképzeléseket így szépen magyarul szólva internalizálod, és akkor azon elkezdesz ott így rágódni, és hallhatsz még jóga filozófiát is, meg védikus filozófiát, és akkor jönnek ilyen szavak, hogy nirvikalpa szamádi, meg ahamkára, meg átman, meg dzsíva, és akkor addig nem is tudtad egyszerű nyugatiként, hogy el kell érni az átmant, és a dzsívátmannak létre kell jönnie, de elkezdesz rajta gondolkodni, és akkor kész is a kalamajka. És addig, amíg ezen gondolkodsz, mondjuk beleöntöd a teját a felajánlós vízbe, vagy kocogtatod a étkészletet, amikor nem kellene, vagy nem hajolsz meg a Buddha felé, amikor bejössz, vagy bármilyen módon elrontod a formát. Ez a zen gyakorlat, amit itt csinálunk, és amitről most mindegyik őtöknek van szerintem egy egészen jó tapasztalat, tehát 10 nap volt. Azért az már valami, nem semmi. Van egy olyan tapasztalat erről magáról a gyakorlatról, hogy mi az, amikor már nem beszélünk róla, ha nem csináljuk. És ez a csodálatos hagyomány, ami idejött sok-sok mester által, ez gyönyörű szépen működik. Itt minden azért van, hogy ténylegesen ebben a pillanatban magadra láss. Ezt hallhattad már nagyon sokat, de tényleg gondolj vissza arra, hogy mik történtek. Hogy itt az üléskor mi van, énekléskor mi van, az étkezéskor mi van, kedvencem az étkezés, mi van leboruláskor, mi van a koan interjúkor. És ez az egyszerű forma, mint egy röntgenkép megmutatja, amikor éppen hibázol. És nagyon fontos, hogy ezt most ilyen nem dorgálásként szánom. Én is szoktam hibázni a formában. Hanem, hogy micsoda ajándék ez, hogyha észreveszed a hibádat, hogy hoppá, most 10 percig gondolkodtam, és azt se tudtam, mi történik. Hoppá, most rosszul csináltam valamit, mert éppen az érzelmeimmel voltam elfoglalva. Vagy a nirvikalpa szamádival, vagy az ahamkárával, vagy filozófiával. És ez rámutat, anélkül, hogy egy külső tanító megjelenne, van, amikor az is kell, mert szólunk, hogy ne ezt csináld, ne azt csináld, de ha már jól bele dolgoztad magadat a formába, magadtól látod, amikor kimozdultál. És ez azért nagyon fontos, mert mindaz a nehéz pillanat, amitől félsz, amitől szeretnéd magad esetleg megóvni, vagy legalábbis bölcsebben benne lenni, párkapcsolatok, családélet, a gyerekkel való viszony, az élet nehézségei, amikor veszteségeink vannak, amikor betegek leszünk, amikor haldoklunk, meghalunk. Ezektől szoktunk félni, és ettől a szenvedéstől, ami benne van. És van bennünk egy ilyen kimondatlan vágy, hogy majd, ha sokat gyakorlunk, akkor talán ez majd nem lesz olyan nehéz. Hát igen ám, csak az a pillanat, amikor haldokolni fogsz, vagy amikor beteg leszel, vagy amikor ott van a párod és veszekszel vele, az nem különböző attól, mint amikor így gyakorolsz. És itt láthatod, hogy mi van benned, ilyen egyszerű formánál. És tanulhatsz magadról, és láthatod magad. Persze, hogyha van rá bátorságod. De a zen az a bátraknak való játék, úgyhogy én feltételezem, hogy kellő bátorsággal rendelkeztek. Nem szeretjük látni a hibáinkat, nem szeretjük látni a problémáinkat, mert ahogy ezt nagyon szépen hallhattad tegnap, a szenvedést okoz először. És nem szeretünk szenvedni, és nem szeretünk a biztonságérzetünkből kilökve lenni. De a biztonságérzet az illúzió, és keresd a tényleges biztonságot. És ez a tényleges biztonság, ez csak akkor van, ha minden pillanatban visszatérsz ide. És megvan ez a pont belül. És megvan az a képességed is, hogy ezt a pontot tapasztald a bot nélkül is.
azzal esetleg, hogy csak veszel egy levegőt. És még azért nagyon csodálatos ez a hagyomány, mert bemehetsz Cohen interjúra is, ami aztán meg tényleg erre lett kitalálva, hogy kipróbáld magad, hogy na, hogy működik az a tiszta tudat? Na, hogy működik? Működik a bölcsességem? Van kellő látásom? Látom helyesen a helyzetet? Látom helyesen a kapcsolódást a helyzethez? Látom helyesen, hogy mit kell tennem, vagy mit nem kell tennem? Nagyszerű ez a szimulációs gyakorlat, ez a szituációs gyakorlat, amire bemehetsz. Újra és újra és újra. És van, amikor jóval nehezebb problémát kapsz ott, mint ami az életben szembe jön, de hát edzeni is többet edzünk, mint amire valójában aztán kell mondjuk egy futásnál. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy lássátok meg ennek az értékét, ennek a gyakorlatnak, mert nagyon sok van. És merjetek kilépni abból a sok filozófiából, amit hallotok. És csak használjátok irányvételként, használjátok inspirációként. De aztán ne a macska ételt tegyétek, hanem váljatok macskává. És az egy másik út. Az nem megy gondolkodással. Az nem megy azzal, hogy csak eszed azt, amit mások kinyomnak a szájukon. Mert ők már bejárták az utat, vagy legalábbis előrébb vannak, mint mondjuk te, aki idejössz egy-néhány évet gyakorolni. De te is lehetsz ott, csak ahhoz neked magadnak végig kell járni az utat. Nem elég, ha betanulod azt, amit mondanak mások. És lehet, hogy 20-30 év múlva te is ugyanazt fogod mondani, csak nem mindegy, hogy az egy betanult szövege, vagy a te tapasztalatod. Mert a te utad és a te tapasztalatod mindig kicsit más lesz, mint Sung San Zen mesteré, mint Chongan Sunimé, mint Daubner Béláé, mint Tamir Massassé, mint Marty Barnáé, mint Orosz Ádám, és még sorolhatnám. Biztos, hogy más lesz, karma függő, hogy az úton milyen kövekkel találkozol. Az irányvétel az ugyanaz. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem zen gyakorolni, és akkor hát kiderült egy rövid időn belül, hogy itt ebben a hagyományban Sung San Zen mester a király, akkor nagyon megörültem, hogy ott van az a rengeteg könyv, amit írt vagy írtak a tanítványai a dharma beszédeiből, meg leveleiből. És akkor rávetettem magam, és elolvastam az összeset. Magyarul, ami volt, aztán angolul is, mert nem olyan jó a magyar fordítás, akkor most már van jó. Aztán az összes, ami még csak angolul van meg, oda és vissza, nagyon faltam. És azt kell, hogy mondjam, szerénytelenség nélkül, hogy hát, nagyjából megértettem. Nem olyan nagyon komplikált az, mondjuk egy, nem tudom, élettanhoz képest, vagy szerves kémiához képest. Hát most jó, volt már nehezebb is, tehát ezt elolvasod, megtanulod, nem nehéz. És nem is annyira sokat változott azóta ez, amit gondolok róla. Viszont az egy nagyon nagy különbség, hogy amikor elolvastam ezt az összes Sung San könyvet, hogy visszagondolok, hát nem lettem jobban tőle. Semmi nem változott. Ugyanúgy szenvedtem, ugyanúgy megvoltak a problémáim. Most is megvannak, csak meg kicsit megtanultam őket néha kezelni. De a lényeg az, hogy utána el kellett indulni az úton, ami kellemetlen. És akkor egyenként, kis lépésenként kikaparni azt a bölcsességet, amit ő ilyen 150%-osan adott magából. Lehet, hogy nem is lehet százalékot írni mellé, hogy mennyire sokat és mennyire tisztán. Szóval én tényleg ezt most csak azért mondom ilyen hosszasan, hogy merjetek erre a belső útra lépni, ami már a ti saját tapasztalatotok. És akkor látjátok, hogy mi az értelme ennek, amit csinálunk, és látjátok az értékét is, és ha látjátok az értékét, akkor hasznos részei lesztek, integráns részei lesztek, nem csak elszenvedői, vagy befizetői, vagy követői, vagy rajongói, vagy egyéb ilyen szerep.
itt leszel, jelen leszel, és látod, hogy a padló barna, és látod, hogy én beszélek, ti meghallgattok. Úgyhogy remélem, hogy még sokat fogunk így együtt gyakorolni. Nagyon jó volt ez a 10 napos elvonulás. És most, ha a végére még van valami kérdés, ami marad benned, ennyi rengeteg okosság után, azt nagyon szívesen megválaszolom. Én azt szeretném kérdezni, hogy tegnap Tamir említette, hogy őrizzük meg lehetőleg minden pillanatban a jelenlétünket, és hogy ne maradjunk le egyetlen légvételről sem. Most ez még meditáció közben is nehéz, ugye, de amikor beszélgetünk valakivel, én most kipróbáltam, és nem megy az, hogy a légzésemre is figyelek, és beszélek is. Tehát, hogy folyamatosan a következő gondolatomon gondolkodok, vagy azt hallgatom, hogy a másik mit mond, és hogyan tudok jelen lenni beszélgetés közben, vagy egy emberi interakció közben. Most jelen voltál, vagy nem voltál jelen? Hát nagyon koncentráltam, hogy el tudjam mondani a kérdést. Az jó. És akkor ez most jelen volt, vagy nem volt jelen? Jelen volt. Biztos? Bizonyítsd be nekem, hogy jelen vagy. Nem tudom bebizonyítani. Nem tudom, nem rossz, de azért tudsz többet is. Igen. És még? Már megint kezdődik. Ezt hívják úgy, hogy önlimitáló hiedelem. Itt az attitűdrendszerrel, a sémarendszerrel és a hiedelmekkel egy kicsit dolgozni kell, de ezt majd a meditáció megoldja. Szóval, jelen vagy? Hát, ha légzésemre figyelek, akkor jelen vagyok, de rád is figyelek. Hogy tudom megosztani a figyelmem, vagy hogy tudom egy helyre összpontosítani a figyelmemet? Uh-huh. Jó. Milyen színű a padló? Barna. Nagyon jó. Ja, barna. Nagyon jó. Nagyon jó. Na most akkor jelen voltál egy pillanatra. Egyébként pedig ne gondolj túl. Tehát tedd félre az egész akarást. Én ezt most kiegészítem azzal, hogy értem a kérdést, és értem a problémát, és kell némi magyarázat arra, hogy ezt átérzem, hogy azt mondjuk, hogy igen, tedd félre, kész, vagy megütlek. Emlékszem, amikor ez engem is nagyon frusztrált, hogy van már. De akkor most már mondják meg, hogy hogy kell csinálni. És megmondják, csak az még az sokáig nem megy úgy. Szóval a lényeg az, hogy amikor beszélsz, akkor csak beszélj. Amikor hallgatsz, akkor csak hallgass. Tehát amikor beszélsz egy másik emberrel, akkor csak legyél jelen, figyelj rá, és csináld. Tehát, ha már elkezdesz azon gondolkozni, hogy most akkor mit mondjak, az nem lesz annyira jó. Tehát akkor akadozni fog a kapcsolódás, mert magadra figyelsz, és nem a másikra. Tehát érdemes egyébként ezt gyakorolni, hogyha úgy igazán meg akarsz valakit hallgatni, akkor az ugye úgy megy, hogy amíg ő beszél, akkor addig így teljesen kiüresíted magad, és csak hallgatod. Visszatérsz a tantienhez, és hallgatod, amit mond, és aztán válaszolsz. Mert általában az van, hogy amíg a másik beszél, mi már fogalmazzuk meg, hogy az úgy miért hülyeség, vagy miért jó, vagy... Na, ez szenvedést generál. Ha csak meghallgatod, hogy mit mond, és utána szépen reagálsz, akkor lesz belőle egy nyugodt beszélgetés. Ha gyorsan kell reagálni, hát akkor meg gyorsan reagálsz. De bízz a gyakorlatodban. Tehát azért végezzük a gyakorlatot, hogy alapvetően a tudatosságod egy kicsit kitáguljon. Úgyhogy ezért van itt ez az edzés. Mint ahogy az edzőterembe is, ha lebegyünk, akkor ott emelgetjük a súlyokat, meg húzogatjuk, meg mindenfélét csinálunk. Lehet, hogy van személyedző is, aki megmondja, hogy mit csináljunk. És akkor lesznek izmaink, de utána, ha föl kell emelni a nehéz, mit tudom én, ládát, akkor már csak emeled. Ugyanúgy van itt is, hogy most itt időd van arra, meg teret, hogy ezt a légzést kigyakorold, meg aztán otthon is. Ez sok idő. Lehet, hogy nem elég egy 10 napos elvonulás, lehet, hogy több kell rá.
hónapok, adott esetben évek. És aztán a kicsiknél kezdve egyre jobban menni fog. És aztán van egy olyan állapot, hogy ha mondjuk, most mit tudom, kiülsz ide és előadást tartasz, hát akkor így külön, ha most arra figyelnék, hogy ha most akkor a légzés, és akkor megvan-e a tantiem, meg elvesztenélek. Nem lehet. Tehát akkor ilyenkor bele lehet kerülni egy olyan állapotba, hogy csak mondod, és bízol saját magadba, és meg bízol a másikba, és bízol a helyzetbe. Ez egy jó helyzet. Igen. És amennyiben érzelmi töltete is elkezd lenni egy beszélgetésnek, jaj, mondjuk ne. Családon belül, vagy esetleg kapcsolaton belül, akkor aztán igazán nehéz megőrizni az ember. És erre van valami tipp, hogy mikor érzi az ember, hogy már megy fel a pulzusa, akkor hátralépek, elmegyek, egy kicsit tantiembe vonulok, vagy... Hát ugye attól függ, hogy ez egy ilyen helyzet, ugye, mert sokféle helyzet lehet, hogy megy föl a pumpa, de egyébként valóban, hogyha ez egy veszekedés valakivel, aki hozzád közel áll, ugye közel álló emberek szenvedtetnek minket a legjobban. Így van. Nem a pénztáros néni, meg az ellenőr a buszon, az is tud egy kicsit, de hát igazán azok a nagyon közeli személyek, akiket nagyon szeretünk, de nagyon tudunk utálni is. Na az igazán, hogy megpiszkálja a karmádat. Ilyenkor egyébként nem szégyen azt mondani, hogyha kialakul egy vita, és már érzed, hogy ez így megy a rossz irányba, hogy azt mondod, hogy jó, nem biztos, hogy meg kell hajolni, mert nem biztos, hogy értik. Köszönöm szépen, most úgy érzem, hogy ez most már nem megy jó irányba. Folytassuk egy kicsit később, nyugodjunk le. Nyugodtan mondhatod ezt. Mert egyébként egy idő után minél inkább növekszik a stressz szinted, annál inkább kikapcsolnak a magasabb agyi funkcióid. Ez már nagyon jól ki van élettanilag mutatva, lehet, hogy tanultad is, és annál inkább az ősi részei működnek már csak az agynak. Nagyon magas a pulzusszám, akkor egy marad, mint ami a könyvünk címe is, üss vagy fuss! És a kettő van. Na most mind a kettő pusztító lehet a kapcsolatra. Úgyhogy akkor már, ha nincs akkora praxisod, hogy tényleg 2-3 légzéssel vissza tudod magad hozni a pillanatba, akkor nyugodtan mondd azt, hogy most úgy érzem, hogy ez már fut a szakadék felé ez a beszélgetés, ne arra, hogy folytassuk legközelebb. Ezt még meg tudod szerintem mondani nyugodtan, és akkor elmész, lenyugodsz, mondjuk elmész fát vágni, vagy edzeni, vagy leborulni. Ugye a leborulás az klasszikusan egy ilyen remek eszköz az ember, hogy fölidegesed, mész leborulni. Igen, és akkor visszajössz csutakosan, hogy na, most már vallásos buddhista lettem, együttérzés, love, peace, és most már megmentettelek. Úgyhogy lehet ilyeneket használni. Egyébként még lehet eszköz a kisebb stressz szintnél, arra, hogy megőrizd a magasabb agyi funkcióidat, hogy visszatérsz a... Tehát mindent, amit itt használunk a gyakorlatba, azt ott is lehet használni. Tehát, hogy megnézed a másik embernek a ruháját, hogy kék pokróc van rajta, fehér színű a fölsője, mikrofon tart a kezébe, a padló barna. Tehát visszatérsz az ilyen tapasztalatokhoz, mert amikor ugye ő mondja a bántó dolgot, akkor az agyad rácuppan erre, és már csak az van egy idő után benned, és beszűkül a tudat, és ott van az üs vagy fuss. De ha ki tudod magad hozni a beszűkülésből, akkor lehet esélyed. Jövök itt a pátaszos kérdéseimmel. A gyerekkoromat úgy tudtam túlélni, hogy kilőttem magam egy álomvilágba. Vért izzadtam, míg azt elengedtem, és még mindig küzdök ennek elengedésével. Aztán később el kellett engednem egy teljes énképet, meghaltam, megint vért izzadtam, újra kezdtem az életemet. Most itt vagyok, most el kell engednem egy spiri énképet, és ismét meghalok, és újra kezdem az életemet. Valahol az egész életem az elengedésről szól most itt, és most így érzem. És ha jól tudom, akkor te régóta tudományos pályán vagy, a tudományok doktora vagy. Ebben a szerepben létezel egy ideje. Most én innen hazamegyek, és folytatnom kell a szakdolgozatomat, építenem tovább a praxisomat, de mint egy ilyen gyermeki állapotban térek vissza, és
már semmi nem biztos. Igazából az a kérdésem, hogy a hosszú idő alatt, amíg tisztultál, fejlődtél, közeledtél önvalódhoz, mindig visszatértél ez a tudományos szerephez, hogy nem voltak szerepkonfliktusaid? Hogy tértél újra és újra vissza, vagy hogyan fejlődtél abban úgy, hogy közben autentikus tudj maradni az úton, amin jársz? Hát az, hogy én hogy csináltam, az nem sokat fog segíteni neked. De alapelvként azt mondhatom, hogy legyél nagyon egyszerű. Tehát azt mondtad, hogy most gyermeki egyszerűséget érzel magadban, és leegyszerűsödtél, igen? Hát igen, hogy már nem biztos a szakdolgozatom se gyakorlatilag. Nem baj. Az igazán jó szakdolgozat, meg az igazán jó tudományos eredmény is a nem tudható tapasztalatából születik ebből. Itt sokan szokták egy kicsit pejoratívan emlegetni a tudósokat. Ezzel nem értek egyet, vannak persze csapnivaló tudósok, de hát minden szakmában vannak ilyenek. A valódi tudós, a valódi kutató, az pont ez, hogy mi ez? Mi ez? Anélkül, hogy rávetíteném az eddigi prekoncepcióimat. Minden új tudományos eredmény úgy született, hogy jött valaki, aki tudott olyat látni, amit még senki nem vett észre. És ez csak ebből van, ebből a tudatállapotból. Ha egyébként mélyebbről megnézed, nincsen olyan szerep, vagy nincsen olyan helyzet, amiben ezt, amit itt tanulunk, ezt ne lehetne alkalmazni. Akkor, ha gondolkodsz róla, akkor lehet baj, akkor lehet ütközés. Egyébként csak az van, hogy helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolatteremtés, helyes működés. Abban a szerepben, amiben éppen kell lenned. Abban a munkában, amit éppen el kell végezned. Azzal az emberrel, akivel éppen beszélsz. Csak utána fontos, hogy amikor belépsz a szerepbe, az is tiszta legyen, és amikor kilépsz, az is. Ne ragaszkodj egyik szerepethez se. Ne ragaszkodj önképhez, hogy én most ilyen vagyok, én most ez vagyok, én segítő vagyok, én... Nem, agyonnyomja az egészet. Tehát, hogyha én elképzelném, hogy most én, nem tudom, darma mester vagyok, vagy bármi, hát itt halnék meg, itt lenne végem. És kilőtt nyílnál, gyorsabban mennék a pokolra. Ugyanez a segítőnél. Segítő azt hiszi, hogy ő segítő, hú, de szörnyű. Tehát borzasztó. Tehát ezt biztos tanultad is, hogy milyen bajok és darma balesetek származhatnak abból, ha a segítő segíteni akar. Úgy így, Akkor is segítek, ha beledög lesz. Hát hogy ne. Akkor is segítek, ha beledög lesz. Ez így van, igen. Plusz ugye, hát hogyha segítesz, akkor te vagy a nagyságos segítő a szegény kis klienssel, és akkor megéred, ha megéled, hogy hú, te milyen jó vagy. És azért ezek a dolgok mindig ott vannak mélyen. Úgyhogy egyik oldalról bátorság, arra, hogy mindennel szembesülj, ami benned van. Nem csak a széppel, az összes kevésbé széppel is. És aztán mindig ez. És ezt tartsd meg, és csináld tovább, de most már tisztábban, most már kevesebb sallanggal. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ott hátul volt. Szégyenről szeretnélek kérdezni. Nem tudom, hogy mi szégyel bennem, és úgy érzem, hogy ez így elvág a jelenléttől. Jaj, most én is elkezdtem szégyelni magam. Szóval, hogy a szégyen elvált a jelenléttől? Hát, hogy nem tudok jelen lenni, amikor ez így bekapcsol. Uh-huh. Tehát gáttól. Uh-huh. Tehát gátnak érzed meg, amikor följön egy ilyen önkép, egy ilyen érzés. És akkor úgy érzed, hogy kijössz a pillanatból. Ez nagyon jó, semmi gond ezzel. Az minden ilyen érzetnél a kulcs, hogy... Ki tudod-e egyébként fejleszteni azt a belső tartást, azt a belső biztos pontot,
aminek a tapasztalata közben magadhoz közel tudod engedni ezt az érzést. Mert ugye az, amit mondasz, az az állapot, hogy ide-oda ráncigál az az állapot, ami éppen följön. És a gyakorlatnak ez is az egyik célja, hogy a belső teredet megnöveld, és egyre inkább tudd ezeket a nehéz állapotokat kezelni. Ez nem fog egyből menni. De ez az első lépés, hogy amit elmondtál, az az első fontos lépés, hogy rájössz, ráébredsz, hogy néha van egy érzés, ezt most te szégyenként nevezted meg, még ezt biztos lehet cizellálni és mélyíteni, ami néha olyan szinten elural, hogy teljesen elvesztem a padló barnaságát meg a pillanatot. Ez nagyon jó, mert ugye, hogyha nem indultál volna el azon az úton, hogy ezt meghalad, akkor föl sem merülne ez a kérdés, amit föltettél. Úgyhogy ez az első lépés, és gyakorolj tovább. Nagyon sok leborulás, nagyon sok éneklés. Ez például nekem nagyon sokat segített, az éneklés, de a leborulás is. Az ülés az utána. Tehát amikor van egy ilyen nagyon erős karma, akkor jó valami fizikális gyakorlatot csinálni, mert azzal akkor így növeled ezt a belső teret, ezt az energiát. És aztán először próbáld meg, ahogy már itt az előbb is mondtam, egyszerűbb állapotokban, amikor csak valami kisebb történet jön föl, azzal ezt gyakorolni, hogy igen, jelen vagyok, igen, látom, hogy itt van, de nem hagyom, hogy teljesen elsodorjon. És ez aztán egyre jobban fog menni ezekkel a nagy dolgokkal is. Általában az ilyen érzeteknél aztán használható úgy a gyakorlat, hogy igen, ha már szilárdan itt vagyok a jelen pillanatban, megvan a tant ilyen tudatosság, adott esetben egy mantrát is bekapcsolhatok, ha nagyon gáz a helyzet, és aztán, tehát hogy én itt vagyok középen, a vihar, mint a vihar szemébe, körülöttem minden pörög, és aztán engedem magamhoz közel, és úgy érzem át, úgy látom meg ezt az állapotot. És akkor lehet olyan, hogy akkor ez fölfejtődik. Hallhatod, hogy szoktuk néha mondani ezt a tárgyas kérdést, hogy mi ez honnan jön, hogy ráirányítod magára az érzésre. Lehet, hogy kell, lehet, hogy nem kell. Kellő tudatosságod van belül, akkor ez magától működik, és akkor tudod ezt az állapotot egyre jobban fölfejteni, és akkor egyszer csak oldódik. Ez egy hosszú folyamat, és szenvedni fogsz. Ez kétségtelen az ülések alatt, de megéri. Úgyhogy én azt tanácsolom neked, hogy egy nagyon erős praxist tarts fönn az életedbe, de úgy, hogy ez olyan legyen, mint a levegővevés iránti igény. Hogy igen, borulok reggel, hogy igen, éneklek, hogy igen, ülök. És akkor hagyj időt magadnak. Hosszú táv futás a zen. Most amilyen ilyen erős érzelem létrejön 10-20-30 év alatt, vagy 40, vagy 50, az egy pillanatra megszűnheti így a csettintésre, de aztán azért a belső rendszered még erre van hozzászokva, ehhez van hozzászokva. Úgyhogy az idő még oldódhat. De ugye ez a jó hír, hogy a buddhizmus tanítása gyönyörű szépen kimondja, hogy minden függő módon keletkezik a nem tudásból, a nem látásból kiindulva a ragaszkodáson át, a összes láncszemen át. És ott van a tanításban, hogy ez visszafejthető. Tehát nincs semmi abszolút értékű létező, a szégyenérzetet semmilyen. Tehát vissza tudod fejteni, meg tudod szüntetni, idő kell hozzá. Én az akaratról és a küzdelemről szeretnék kérdezni, hogy ha valamit nagyon meg akarsz szüntetni, ugye ellenállás van benned, hogy ezt hogy lehet megszüntetni? Ezt a nagy akaratot, ezt a nagy küzdelmet. Hogy nagyon akard megszüntetni? Uh-huh. Uh-huh. Csak ülj! És lásd ezt az akarást is. Lásd, hogy honnan ered. Általában nagy akarás az ilyen esetben az, hogy fú, már nagyon jól szeretnék lenni, már nagyon biztonságban szeretnék lenni, már nagyon ilyen meg olyan meg amolyan akarok lenni. És akkor ezzel az a baj, hogy teljesen máshova irányozod a tudatodat, egy illuzórikus elképzelt állapot felé, oda nézel,
És nem látod, hogy közben itt ég alattad minden. Tehát nézel át a, nem tudom, másik hegycsúcsra, hogy de jó lenne már ott lenni, de közben ég körülötted minden. Mondjuk lehet, hogy ott van egy porral oltó, de nem látod, mert nézed nagy akarattal, hogy de jó lenne már ott a másik hegycsúcson lenni. Úgyhogy ilyenkor a visszafelé fordított figyelem és energia segít, hogy oké, jó, most ezt most így zsebre tesszük, ezt a kitűzött célt, nézzük meg, hogy mi van most. És akkor szembesülsz vele. Először csak kicsit, aztán a tudatosságod mértékében egyre jobban, egyre mélyebben bele tudsz menni. És akkor ott jön az a szenvedésfázis, és aztán meglátod, hogy itt a porraloltó, eloltod a tüzet, és akkor látod, hogy ó, hát arra van az ösvény, és akkor át tudok menni arra a másik hegyre, ha még egyáltalán át akarsz menni, mert nem tudjuk. Általában, amikor a szenvedésteli állapotunk megszűnik, akkor azok a célok, vágyképek és egyebek, amiket abból a szenvedésteli állapotból elképzeltünk, azok is köddé válnak, mert már nem releváns. Hát ezekhez az összes ilyen karmákhoz az általános képet nagyon szívesen ide citálnám, az általános ős mitológikus archetipikus történetet, ugye, amikor a hős elindul megélni a sárkányt, a barlangba, ugye ott a tudatalatba lévő ilyen sárkány meg kígyó, az a rémes dolog, hát azt el kell menni, meg kell vele küzdeni, és akkor utána, amikor megölted, megküzdöttél vele, akkor egy teljesebb, egészebb hősként térsz vissza a városba, és aztán tudsz másoknak segíteni. Úgyhogy ez a képletesen, ez a sárkánnyal való küzdelem, ez a belső dolgaiddal való küzdelem. És ez lehet akarat, lehet szenvedés, bármi. Az a kulcskérdés, hogy a sárkánnyal szembesülsz-e vagy nem. És a zen gyakorlat az úgy végez a sárkánnyal, azt szoktuk ajánlani, hogy se ne menekülj előle, de se ne támad és kaszabold le, hanem lásd a sárkányt a maga valójában, és aztán egyszer csak kiderül, hogy nem is olyan félelmetes, és nem is olyan erős. Így lesz ez ezzel a nagy akarással is. Csak ez az egyszerű jelenlét. És ez olyan szép dolog, amikor a kérdéseid, meg a vágyképeid megszűnnek, eltűnnek, és maradsz te, az, aki igazán vagy. És amikor meditáció közben jönnek ilyen hangok, belső hangok, hogy na hol vagy, hogy csinálod, jól csinálod, mint a kívülről láttad magad. És ezek a kommentek folyamatosan, és kicsit piszkálnak. Uh-huh. Hogy ezt is, mert ez is egyfajta küzdelem, hogy ezekkel, hogy na, még mit kommentálsz, és ezer uh-huh. hang. Barátkozz meg velük, csak ne szolgálj föl nekik teát. Akkor maradnak teázni. Tehát ott a tiszta tükör, tiszta tükörben minden pontosan úgy tükröződik, ahogy van, de hogyha a tükör elől elmozdul az öklöm, akkor nem marad benne a tükörben az ökölképe. Ha fölszolgálsz nekik teát, meg meg akarod szüntetni, meg zavar, meg stb., akkor amikor már elment az a tárgy a tükör elől, akkor is ott marad a képe. Úgyhogy meg kell próbálni belül ezt a belső szabadságot megtalálni, hogy csak ülök, és ezek a gondolatok, meg ezek a szenvedések és csekkolások, ezek pontosan olyan jelenségek, mint a padló barnasága, a légkondinak a levegő áramlása, a madarak csicsergése, és a többi, és a többi. Tehát a gyakorlatnak az is része, hogy a külső és a belső teret nem választjuk külön. Tehát minden, ami a látó elé besorakozik, mint a hagymahéjak, azt csak látjuk, és meg vagyunk vele. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az elnyomó erőről szeretnék kérdezni tőled. Elnyomó erő? Igen, az elnyomó erő. Tehát 10 hónappal ezelőtt bekerültem egy nyugdíjas otthonba, mint gondozó, és hát azt hittem, hogy ugye ott azért elég nagy az empátia,
kollégák részéről is, és hát nem. Tehát egy olyan elnyomó erő létezik pár emberbe, aki szeretné, hogyha mindenki úgy csinálná a feladatokat, ahogy ők gondolják, csak az a baj ezzel, hogy ki vannak égve. És ugye én segíteni mentem az otthonba, és hogyha én beállok ebbe a sorba, akkor ezt nekem föl kellene adni, és én ezt nem vállalom. És ezzel egy olyan lavinát indítottam el, hogy azok a kolléganők, akik az elnyomottak, azok most lázadoznak és föllázadtak, mert látták, hogy lehet máshogy is. És nem tudom, hogy ezzel van-e nekem dolgom, vagy egyáltalán hogy tudok azoknak a kollégáknak segíteni, akik ugyanezzel a helyzettel találják magukat szembe, hogy elnyomják őket, és most én ugye jöttem ide generálba, én most úgy megyek haza, hogy föltöltődve, de ugye nekik nincs ilyen lehetőség, hogy hogyan tudok nekik segíteni. Uh-huh. Jó kérdés és nehéz kérdés. Egy klasszikus helyzet, hogy segítői közegekben, ahol hát azért nehéz helyzetek vannak idősekkel, betegekkel, általában ki szoktak égni az emberek. Csak akkor nem, hogyha nagyon tudatosak és nagyon-nagyon tudják, hogy hogy ne égjenek ki. Sok faktora van, nem fogjuk ezt most itt megoldani, viszont az nagyon jó, hogyha te gyakorolsz. Az a kulcs mozzanat. Ne vedd magadra azt a terhet, hogy majd te fogod a rendszert megváltoztatni, mert az eléggé túlterhelő tud lenni, és valójában a te felelősséged saját magadig terjed, hogy te milyen tudattal vagy ott jelen. Te milyen jelenlétet, milyen viszonyrendszert, milyen viszonyulást viszel oda be. És hogyha itt vagy és adsz erre, az azt mutatja, hogy igényes vagy, és igényesen akarsz is jelen lenni ott, és szerintem fog is ez menni. Úgyhogy az biztos, hogy nagyon kell, hogy a gyakorlatodat fönntartsd, és legyen akár egy olyan mantra praxisod, amennyiben a mantrázás az nem idegen tőled, például a Kwan Seon Bosal mantra, az együttérzés bódhiszattvájának a neve, ez gyakorlatilag, a Kwan Seum, halld meg a világ hangját, és a Bosal a bódhiszattva. Ezt nehéz helyzetekben is mondhatod. Sőt, még van egy olyan része is a gyakorlatnak, hogy ezt másokért is, akik rosszul vannak, akik nehéz helyzetben vannak, szoktuk énekelni. Ezt lehet ilyen gyakorlatot csinálni. Tehát, hogyha van egy olyan ember, vagy emberek, akiknek segíteni szeretnél, lehet ezt is. Ez nem csodatévő dolog, de az biztos, hogy benned olyan tudati változást okoz, ami az együttérzést viszi be a térbe. És hogyha ez bekerül, akkor ott minden változik. Tehát bent vagy egy ilyen rendszerbe, ez egy bonyolult rendszer, és olyan, mint egy háló. És a hálónak ott ugye ott vannak a kis csomói. De bármelyik csomót egy picit elkezded emelni, akkor emelkedik az egész háló. Hát ugye ez vagy te vagy az egyik csomó ott abban a nagy rétes tésztában. Te emeled a minőségedet, most nevezzük ezt így, kicsit rossz műszó, de tisztában vagy jelen, akkor a rendszer is fog talán valamelyest változni, meg az, ahogyan te viszonyulsz a kollégáidhoz, azokhoz is, akik nehézkesek és nehéz emberek, az nagyon tud változtatni. És arra figyelj, hogy ne azt nézd, amit tesznek meg, amit mondanak, hanem próbáld fölfogni a nehéz és szenvedést okozó kollégáidnak is a tudatállapotát, hogy honnan jön az ő elnyomásuk, hogy miért csinálják ezt, hogy ők milyen állapotban vannak, és általában nagy szenvedés van mögötte. És akkor, ha már nem csak azt látod, hogy ő egy kiégett diktátor, hanem látod a szenvedő embert benne, akkor van egy olyan odaforduló minőség, amiről tegnap is volt itt szó. Ugye, hogy itt a Tamir esetében, hogy hú, milyen jó jelenlét volt itt, ez többször fölmerült. Ez nagyon szép, hogyha ezt a jelenlétet, akár csak így minőségileg,
Már abból is, hogy látod valakin, egyébként ez nagyon jó látni, abból tanulunk. Ezt elmondani nem lehet, akkor megvan ennek az élménye, és be tudod oda vinni. És mások is, hogyha rólad látják ezt az attitűdöt, ezt a feltétel nélkül elfogadó, együttérző, kvanszeon bószáli minőséget, akkor ők is azt fogják, hogy hú, lehet, hogy nem fogják tudni, hogy mi ez, de változhat valami. És amilyen minőségbe te kapcsolódsz hozzájuk, egy idő után ők is úgy fognak. Akkor ezek szerint, tehát ezért indult el a lavina, mert hogy én bekerültem egy más tudattal, és akkor elindult már, mert ugye én ezt azért az együttérzés mantrát is azért mondogatom, meg azért látják, hogy máshogy bánok az idősekkel, és ugye pont ez irritálja őket, hogy én teljesen másképp gondolkozom. Lehet ilyen hatás, nem tudjuk, te voltál ott a helyzetben. Van csoportdinamikában az, amikor valami nagyon más bejön, akkor az egész csoport bomlik, ez kétségtelen így van. Viszont most az a fontos, hogy hogyan megy tovább. Igen. Tehát, hogy hogyan, most már beindult a folyamat, abban te hogy tudsz jelen lenni. Vigyázz erre a középútra, hogy ne is akarj te lenni a megváltó, mert elég súlyos karma, és nem biztos, hogy a javadra lesz, de arra is vigyázz, hogy ne integrálódj be az elnyomók közé, hanem tartsd meg ezt a szép, tiszta jelenlétet, és aztán majd meglátjuk, mi lesz. Kanszem bószál legyen. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy azok a nem zen meditációk, amikben elképzeljük, hogy hova szeretnénk elérni, meg adott esetben azt mondják, hogy éljük át azt az érzést, hogy minthogyha már itt lenne, ezeket akkor nem is érdemes csinálni, hallgatni, vagy erről mi a véleménye a zennek? Hát a zennek semmi. Akkor neked. Nézd, attól függ, hogy hol tart a gyakorlatod, meg hogy vagy belül. Ezek a módszerek, mondjuk egy relaxáció, ha mondjuk egy ilyen egyszerűt gond vegyünk, hogy Tabner Béla is beszélt, hogy elképzelsz valami megnyugtató képet, hogy a réten ott vagy, és akkor ezt meg azt csinálsz. Ez egy klasszikus, lehet benne terápiásan is dolgozni, hogy mi jelenik ott meg, de lehet arra is használni, hogy csak lenyugtatod magad valamilyen archetipikus képpel. Nézd, ez nem szégyen, tehát hogyha nagyon föl vagy idegesedve, ez is egy módszer lehet, hogy elképzelsz egy nyugalmas helyet, ahol te jól voltál. Az a különbség, hogy egy meditációs praxis az megszabadulás irányú-e, vagy egyéb. Tehát, hogy oda vezet-e, hogy teljesen fölébredj, még a meggyógyulás illúziójából, meg a fejlődés illúziójából is, vagy mondjuk arra szolgál, hogy egy tüneti kezelést adjon. Tehát, hogy ugyanolyasmi, mint hogyha egy depresszióra beszeded a megfelelő gyógyszert. Az is egy tüneti kezelés. Van, amikor kell, mert annyira rosszul van az a beteg. Ugyanúgy, ha nagyon ideges vagy nagyon valami belül problémás, akkor elképzelhetsz egy ilyen képet, csak ne tévezd össze azzal, mint ahogy a tüneti kezelést okozó gyógyszert se azzal, hogy teljesen meggyógyulsz tőle. Az ilyenfajta vizualizációtól sem fogsz teljesen meggyógyulni, esetleg jobban leszel, és a jobban levés az egyébként egy nem elhanyagolható cél. Mert mondjuk ezt a fajta gyakorlatot, amit itt csinálunk, ha nagyon szarul vagy, nem fog menni. A karmádba fogsz csak vájkálni. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy a személyiségfejlődésnek egy bizonyos foka egyébként szükséges ahhoz, hogy te eredményesen járj a zen útján. Ha nagyon nagy elakadásaid vannak, akkor a nagyon nagy elakadásaiddal leszel elfoglalva, és a megszabadulás felé vezető út blokkolva van. És akkor kell ezt a nagy jégtömböt olvasztani, leborulás, éneklés, ennek is megvannak a módszerei, de adott esetben ugye beszélgetéssel, külső segítséggel, imaginációval, egyébbel. Úgyhogy ha ezt így látod, akkor azt is látod, hogy éppen mire van szükséged,
De az a jó, hogy megvan az igényed arra, hogy ezt a megszabadulás irányút is csináld, az legyen ott mindig ilyen orgonapontként. Hogy ez ott van, és csinálod. Például én ugye évekig csináltam a zen gyakorlatot, egy éve egy képzés kapcsán pszichodráma csoportba veszek részt, és nagyon élvezem, és nagyon sokat segített. De már azért is, mert a meditációs tapasztalat ott van mögötte, tehát tudok egyből kapcsolódni úgy a pszichodrámában megjelenő helyzetekhez is, és sokkal jobban tudod használni, így, ha már van ilyen gyakorlatod. Úgyhogy a zen az egy folytonosan ott levő pont az életed része, és aztán ilyen-olyan módszert lehet használni, amikor éppen az a szükséges. De akkor jövőképet nem érdemes vizualizálni ilyen meditációban. Nagyon szeretnék gyereket, és már átélem, hogy van, mondjuk. Nézd, ez egy mostani vágykép. A zen meditáció az, hogy belehallgatunk a csöndbe. Tehát mondjuk ezt egy Isten hívői hasonlattal szemléltetném, ugye, hogy általában ilyen kérőimát szokott mondani a legtöbb vallásos ember, hogy Istenem, adj gyereket nekem! És akkor ott van, hogy jaj, hát miért nem történik, miért nem mondja. És akkor ugye az Isten, mondjuk egy keresztény hagyományon belül is van a kontempláció, ami nagyjából olyan, mint a zen, hogy csak ülnek, és akkor ott az szokott lenni az instrukció, hogy hallgass bele a csöndbe. Ne pumpold Istent, hanem hallgass meg, hogy mi jön feléd. Úgyhogy ez egy másik hozzáállás. És nem azt akarom mondani, hogy az a vágy, meg az, amit akarsz, az rossz. Nem jó, nem rossz. És egy természetes vágyad. De amikor a zen gyakorlatot csinálod, akkor ebbe a napjába, fél órába, egy órába, vagy amennyit csinálsz, engedd meg magadnak, hogy csak ezt a fajta gyakorlatot csinálod. És akkor ebben nő ez a tér benned, hogy nem akarok valamit, csak vagyok. Ezzel tudod a belső nyíltságodat, tudati nyíltságodat változtatni. Amikor csak akarok valamit, akkor azzal fixálom azt a személyiséget, azt a gondolkodásmódot, azt a lelkiállapotot, amiben éppen vagyok, és nem biztos, hogy az a cél, hogy abban maradj. És lehet, hogy ha megnyílsz belül, szabadabb leszel belül, lehet, hogy az a gyerek is könnyebben fog jönni, mint hogyha így akarod. Általában, ha így akarunk valamit, az akkor addig nem akar jönni. Ha nagyon akarod a világot, akkor elveszted, Ha odaadod, akkor minden a tiéd. Van valami ilyen taoista mondás. Abszolút ez a zennel is a tapasztalat. Úgyhogy legyen meg egy ilyen szilárd praxis, és aztán meglátjuk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hát akkor köszönöm szépen mindenkinek a nagyon izgalmas kérdéseket, és hogy meghallgattatok, és segítettetek ebben a igen kellemes helyzetben, hogy Csongan Szuném, Daubner Béla, Tamir Masszat és Marti Barna után még mondjak egy dharma beszédet, de hát na, ezen is túl kell lenni, az ember fölveszi azt a ruhát, akkor mindenféle történhet vele. Úgyhogy remélem, hogy ti is tudtok járni az úton, és rugalmasan kezelitek a helyzeteket, és a nehéz helyzeteket is, és szilárdan megtartjátok a nem tudható tapasztalatát minden helyzetben, és látjátok, hogy helyesen, hogyan és mit kell tenni magatok felé is, és mások felé is, és ezzel segítetek minden lénynek meghaladni a szenvedésteli állapotait. Köszönöm szépen!